a filmjeim célja mindig az volt, hogy fénybe, figyelembe, reflektorfénybe helyezzem azokat az embertársaimat, akiket cserben hagyott a történelem. És elég rengeteg barátunk, embertársunk van, aki ezt a szenvedést, vagy nem tudom, nem odafigyelést megszenvedte, és azt szeretném, hogyha többet és jobban figyelnénk erre a társadalomnak, erre a rétegére. Én ezt a díjat hihetetlenül nagyon nagy megbecsülésnek tartom, és miután az ember életkorában is vannak problémák, tehát nem csak fiatalon, hanem öregkorban is nagyon nagy problémákat kell megoldani, úgy érzem, hogy ez valamit enyhít és segít ebben a problémában, hogy az ember ebbe az éltes vagy élemedett korban is egy kicsit biztonságosabban érzi magát. Nem lehet úgy kimérni, hogy kicentizni, vagy kigrammozni, hogy minek mi az ára, meg mi mennyiben, meg hogy egy életmű az honnan datálódik és meddig tart, ezt nem lehet kiszámítani, de egy biztos, ha már ezzel valaki foglalkozik, az jól esik, és nagyon szépen köszönöm, akik gondoltak rám, és természetesen hát jó szerével a kollégáim, akik engem erre a díjra tulajdonképpen javasoltak, fölterjesztettek és megszavaztak, és köszönöm szépen nekik.